Okay. Final boss. Final boss, guys. In his Glock. Nem akartam BM-elni. Jaina versus Thrall. Oh yes. Flame Strike, tök jó. Ez borzalmas kezdésem, ugye Shaman ellen. Szóval haladjunk. Ha nálam lenne, akkor én azt mondanám, jó, most egy kettes dropot. Nem hármasat, ketteset. Figyeld, kijön mindjárt valami elmebeteg kettes droppal. Van neki ugye ez a... Fú, nagyon durva. Utca. Egyszerűen szméletlen. Ez a 3x2-es Wind Fury. 2 manáért. Kikapsz valami Ching Chong Chungot. Hát ja, én is valami ilyesmit. Ilyesmitől tartok. Spider tankot nem tudja megölni. Except spectator. 3 darab közé is választhatok. A Spider tankot csak 2 dologgal tudja megölni, viszont akkor nem lesz semmi a bordon. Ugyanez vonatkozik a Harvest Golemre is. Viszont a Spider tank az erősebb ilyen szempontból. Mondjuk a Harvest Golemmel könnyebb prokkoltatni a Defender, de hát meglátjuk. Water Elemental az biztos 4-es kör. Meg is valószínűleg. X. Asztal. Ennyire nincs barátom nálad semmi. Ezt lehexelni, vagy csak sok a hexe. Wow. 3 mana spellért, 3 mana. Mi volt? Hát szerintem bűn azt a dolgot lehexelni, de hát ő tudja. Végül is ő játszik. Nem akarok nagyon elmenni agróba, mert biztos van, tehát itt már 12-nél biztos van a Lightning Storm, Fire Elemental is. Poin volt? Szerintem nem. Szóval sok minden lehet nála, ami fáj. Kicsit félek ettől most, amit csináltam, mert ez, hogyha most húz egy spell damage-ot, mert van egy spell damage és Lightning Storm-ol, akkor köbben megrektelt. Ettől függetlenül... Poén... Jaj, ne. Champion. Durvábbra számítottam. Pyromancer nem rossz, de annyira nem is jó. Sem húznék valami erőset. Ez egy erős dolog. Into the breach! Into the fridge. Jaj! Ne! De elszúrtam. De elszúrtam. Mit akarok? Ja. Setupolunk Pyromancer Fireball-ra. Jaj, ezt nagyon elszúrtam. Elfelejtettem, hogy ez targetet. Na mindegy. Setupoltunk Pyromancer Fireball-ra. Oké, jó, már is fáradok. Szerintem Concedei, biztos, ami biztos. Mit csinálj? Nem tudom. Frissítsd le a valamit.
Mounted Creeper. De jó neked. Flame Strike igazából nem jobb. Hogyha nem jobb. Jó, Anna, fáradt vagyok. Nem kell itt bántalmazni. Hogy jutottam el 12 vidig, mi? Nem jutottam el 12-11-ig. Viszont most Flame Strike-ra jó vagyok, mert olyan szempontból, hogyha most sok mindent ki akar pakolni. Ez egész sok minden. Még jön egy totem minimum. Ja! Srácok, ez gyönyörű Flame Strike-kör. Amit nem gyönyörű, de Flame Strike-kör. Mondjuk nem tudok mellé letenni semmit, egy manával több. Több lenne, akkor jobb lenne, de van ez így. Ja. Igazából sok minden nem ölt meg. Egy lap, kettő lap, kettő lapot, meg kettő fél lapot ölt meg. Nem sok. Oké, ez ellen mindenképpen Sludge Belcher. Sludge Belcher és Scarlet. Ezt valamivel meg kell fogni. F5 bolyú. Tudod, get wrecked és smoke weed every day. Nincs ezzel gond, nincs ezzel gond. Hát tudjátok, special delivery! Van a special delivery. Oké, ez nem jó totem neki. Enyém a board most jelenleg. És nem tudom, mi az öt kártyája. Ez érdekes. Én tele vagyok egész normális lényekkel. Még nem jött ki belőle a Lightning Storm. Rockbiter. Ott a Lightning Storm. Na most már csak három kártyája van. Ezt akartam kihozni belőle lehetőleg hamarabb, és szerencsére sikerült. Vitality Totem, really? Reincarnate, várj volna. Na és innentől kezdődik a vég. Flame Strike, az nagyon jó, csak még nem most. Valamit le kell tegyek. Amit tud ütni. Na és amire majd Flame Strike-olhatok. Most, hogyha beletrédel akármelyikembe, a Wargolemmel, akkor nagyon jó Flame Strike-ot tudok tolni. Nem üti az arcomat. Basszus. Oké, hogy csináljuk? Ping ezt, Flame Strike, és trade a Wargolemet, vagy Flame Strike, leszedem ezt, és pingel meg a... Hogy van? Flame Strike. Marad itt egy 1/2-ese, azt megölöm a 4/4-essel. Ennek marad 7-4, az 3. Vagyis a ping meg a Harvest Golem elég rá. Ja. És így marad egy Demis Golem. Volyú. 11 HP-n van, ez nagyon kevés. És van egy fors, mint egy borzalmas damage golem, amit nem jó lenne, nem lenne jó duplicate-elni. De függetlenül van. Lámas fullos trade. Ó, Yeti, az viszont király lenne duplicate-elve. Ja. Belejátszok a saját ütőkétembe. Most akármelyik hal meg, nekem jó. Viszont hogyha a Damage Golem halt volna itt, meg az nagyon rossz. És ezért inkább a Damage Golememet belelettem a Searing Totembe. Nem akartam rizikóztatni, hogy ez a három manám, amit már előre elköltöttem, rámenni egy ilyen borzalomra. Spell Damage-et természetesen nem hagyunk fent.
Oxmar, tudod, hogy ki az a Natasha? Nem tudom. Üdvözlöm. Srácok, nagyon közel vagyok a 12 V-hez. Hogyha most nem húz ki egy alaki rockbiter vagy valamilyen hülyeséget, és az arcomat üti, Istenem, akkor biztosan valahol durva damage-e. Nem is kell. Srácok, most vagy megöl, vagy én ölöm meg. Lássuk az ő top deckjét. Szerintem már megtette volna. Hát hogyha most biztos valami nagyot húzott volna, én hogyha nagy... 12 win, Istenem! Az első 12-es win amúgy. Üdvözlök mindenkit a streamen, mind a 85 embernek nagyon szépen köszönöm, hogy végigkövettétek ezt a 12 win-es arénát. Hölgyeim és uraim, az első 12 win-es arénám. Nagyon köszönöm nektek a támogatást és a segítséget. Jó Isten! Na jó, nem, azért ennyire nem vagyok meghatódva, de nagyon örülök neki. Major sikerült, tehát igazából nem jelent ez olyan túl sok mindent. Mondjuk nem olyan OP lapokkal, kettő darab flamestrike és egy darab fireball. Nem mondható annyira OP-nak. Srácok! Büszke vagyok rátok. Imádlak titeket, nézzük mit kaptam. Nyomogatom majd a print screen gombot. Oh yes! Ez egy Golden Sunwalker. Hát, hogy bevalljam, egy kicsit csalódott vagyok olyan szempontból, mondjuk 335 gold. Annyira nem is rossz. Nézzük. Ugye tudjuk, hogy nem jönnek belőle túl jó lapok. Ez semmi. Semmi. Nagy adag semmi. Óha! Egy Golden Young Dragon Hawk. Csodás. Oké. Nem érkezett túl sok minden, ettől függetlenül én nagyon vidám vagyok. Átléptem ugye 7155 gold. És ez azt jelenti, hogy van még egy free arénám, ja nem? Csak hogy már izés. Gnómos. Örültem, hogy itt voltatok, srácok. Ötödik streamje kapott 4000 eurót egy game alatt, az szép. Hát én nem hiszem, hogy ebből fogok megélni, viszont nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Ez kint lesz YouTube-on, azt tutira, tehát a 12 win-es arémámat az biztos nem hagyom ott. Ne rosszalkodjatok, jó éjszakát kívánok. Megyek homizni. Ja igen, és kérem a pizzámat. Nem muszáj most profi, de majd megdumáljuk. Majd együtt megeszünk egy pizzát valahol. Sziasztok! Ja, meg persze, hogyha tetszett a stream, akkor tudjátok, follow, meg felkiáltó jelinfo, Facebook oldal, YouTube csatorna, ilyesmi. Na most már tényleg lépnem. Ciao.